Elismertetni a cigányságot, erre tettem fel az életem. Ez olvasható Rostás László tablóján. Ő az egyike azoknak, akikre példaképként tekinthetnek fel az emberek. A Tolna megyei roma önkormányzat tagjai a rendőrség képviselőivel együtt nézték meg a roma hősökről szóló kiállítást, melyet a Terrorháza Múzeum hozott létre és indított útjára az országban. Az elmúlt napokban Szekszárdon volt látható a tárlat. A kiállításon ugye a roma hősökkel kapcsolatban nézhetnek meg az állampolgárok leíratokat, és ezt most itt kollégáimmal együtt, illetve a roma vezetőkkel együtt fogjuk megtenni, és emlékezünk azokra a hősökre, akik sokat tettek azért, hogy a cigányság Magyarországon is megfelelő teret kaphasson. Balogh László, a Tolna megyei roma kisebbségi önkormányzat kulturális bizottságának vezetője elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy a roma és magyar emberek egyaránt megismerjék ezt a 11 a legkülönbözőbb társadalmi hátterű és foglalkozású roma embert, akik hozzájárultak a hazai cigányság közösségének építéséhez, Magyarország kulturális fejlődéséhez, színesebbé tételéhez, vagy hazájuk szabadságáért áldozták életüket. Ezt a kiállítást kéne tovább folytatni, több városba levinni, megmutatni az embereknek, hogy ne csak a rossz oldalát lássák úgymond a többségi társadalom, hanem azokat az embereket is kell lássák, akik részt vettek azokba a dolgokba, amire ugye nem gondolnak nagyon sokan. Balogh László azt is hozzátette, fontos, hogy a roma gyerekek is fel tudjanak nézni valakire, és lássák, hogy bármilyen nehéz körülmények között élnek is, kitartással bármi elérhető.